Sziasztok! Most egy kicsit az animátoroknak és azoknak fogok kedvezni, akik szeretnének animációt készíteni. Az anime és a manga gyártás mindig is egyfajta versenyfutás volt az idővel. Már a kezdeti időkben is keresték a megoldásokat, hogy is lehetne kevesebb idő alatt elkészíteni az adott feladatot. Amikor még tradicionálisan készítették az animációkat, moduláris módszert alkalmaztak. Így a szoftverek is pont ezt a módszert használják. Ezért van, hogy a mai napig a tartalomgyártó animátor szoftverek modulárisak. Például ilyen moduláris animációs szoftver a Toon Boom vagy a Retas HD Studio. Ez idegennek tűnhet egy flash-en felnőtt animátornak, de hát gyerekek, ízlések és pofonok. Ezek a szoftverek, ahogy előbb említettem, a munkafolyamatokat részekre bontják. Így van külön modul a szkenelésre, tisztázásra, kihúzásra, színezésre és végül az összeillesztésre. A következő percekben egy ekte japán anime készítő szoftverről fogok beszélni nektek. A Retas HD Studio sokáig a japán animéipar egyik kedvenc eszköze volt. Azért mára már Dunát lehet rekeszteni a sok animációs szoftveren, már nem tudom én sem fejben tartani hányfajta van, de annyit érdemes tudni a Retas fejlesztőről, hogy a méltán híres Celsius készíti, mint ahogy előbb felvázoltam, ez egy moduláris szoftver. Ez miért jó? Mert a sok ember dolgozik egy adott projekten, mindenkinek megvan a saját kis szakterülete és megkapja hozzá a saját eszközét. Általában az Adobe szoftvereknél, After Effects, Flashnél, Animatornál minden eszközt ömlesztve kapunk meg, így egy kicsit nehezebben találjuk meg a kezelő felületeken a dolgokat. Azért el ne felejtsük, hogy teljesen máshogyan állnak hozzá általában a munkához ezek a cégek, pontosabban Japánban a cégek. Nem úgy néz ki a dolog, mint Magyarországon, hogy van egy marketinges, van egy főnök és van egy grafikus, aki mindent végigvisz egymaga. Persze egy ember fizetésért. De most nem is ez a fontos, hanem térjük vissza a szoftverhez. Retas HD Pro Studio. Az első modul általában a Transman. Azért mondtam általában, mert mára már kicsit változott azért a munkafázis, nem sok kézirajzos dolgok van, pontosabban nem sok kézirajz készül, hanem már minden digitálisan, de általában az első modul a Transman. Ezzel a programmal lehet beszkenelni az adott rajzot. Lehet tisztázni, javítani vele. Ez a egyik legfontosabb lépés, az alapanyag feldolgozása. Ha biztos alap van, akkor később végben se lesz probléma. A következő lépés a képünk vektoros rajzá alakítása. Miután a line artot felkészítettük a következő lépésre, nekiállhatunk a színezéshez. Következő lépésben a paintmennel kiszínezzük a vonalrajzunkat. Igazából nincs semmi ördöngösség ebben. Az utolsó modul a Corretas. Ezzel tudjuk az összes elemet összeilleszteni. Ennek a szoftvernek a használatával semmi ördöngösség nincsen. Egyszer végigmész rajta, hogyan kell használni, utána meg így fog menni, mint a karikacsapás. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!